Díszbaromfikat, nyulakat, galambokat és egzotikus madarakat láthattak a járókelők Szabadka főterén. Blahó Emmának a galambok tetszettek legjobban. Fogája, kakasok, meg a nuszik, meg a galambok. Főleg az utolsó az a kedvencem. És miért a galambok? Mert nagyon szépek, és azért. A Szabadkai Kisállattenyésztők Egyesülete rendszeresen szervez kiállítást, illetve olyan programokat, amelyek az állatok védelmére hívják fel a figyelmet. 2013-ban rendeztek első alkalommal tárlatot az Állatok Világnapja alkalmából Szabadka központjában. Az Egyesületünk többnyire kisállattenyésztéssel foglalkozik, de viszont nagy figyelmet szentelünk az állatok jólétére, főleg a vadállatok védelmére van itt szó, de viszont azok az emberek, akik tenyésztek, valamilyen szinten kapcsolatban vannak az állatokkal, azok teljesen másképp viszonyulnak a természetben lévő állatokhoz is, és itt a főtéren minden évben szervezünk egy ilyen kis mini rendezvény, kis kiállítást, főleg a gyerekeknek, hogy kapcsolatot teremtsenek az állatokkal. A kiállítás főszereplője Kokó, a 9 hónapos ara volt. A világ egyik legnagyobb papagáját beszélni tanítják gazdái. Ő most még kicsi, csak 9 hónapos, 50 szó megtanulására is képes, beszélni tud. Azt tudja mondani, hogy Kokó, de most még szeretgetni kell, játszik, még ebben a fázisban van. A világnap alapelve az, hogy az állatok boldogabbá teszik az életünket. A vadállatok, a természetvédelem és a felelősségteljes állattartás fontosságára is felhívja a figyelmet. Valamint célja az, hogy erősítse az emberek és az állatok közötti kapcsolatot. Október 4-én a gazdátlan állatokra is fel kell hívni a figyelmet. Az állatvédő aktivisták ilyenkor arra szólítják fel az embereket, ha kutyát vagy macskát szeretnének, vásárlás helyett a menhelyekről vagy közvetlenül az utcáról fogadjanak örökbe házi kedvencet.